Már a bajnokságban szünet volt, mégis mozgalmas időszak van a Nyíregyháza Spartacus háta mögött. A csapat vezetése folyamatosan tárgyalt új játékosokkal, és mivel a tervek szerint nyáron elkezdődik a városi stadion építése is, a csapatnak új otthont kell találnia. Ez a járványügyi veszélyhelyzet nyilván befolyásol sok mindent a hétköznapokban is, ugyanúgy a futballkluboknál is, ezért nem egyszerű azokat a feltételeket előteremteni ugyanolyan minőségben, ahogy ezt tettük, de erre törekszünk, és ezután is erre fogunk törekedni. Ezt nem fogja könnyíteni az, hogy majd el kell költözni a stadionból, úgyhogy arra törekszünk, hogy ez minél jobb legyen, hogy azt a munkát tudják nyújtani, vagy ugyanúgy azt a tudjuk biztosítani azokat a feltételeket, amiket eddig. És hát a tavasszal remélem, hogy csapatként nagyon jól fog működni az együttes, és előrébb tudunk lépni a tabellán. Ahogy láttuk a felkészülést, a munkát, és voltak ugye összetartó rendezvények is, csapattá kezd kovácsolódni ez a társaság, és reméljük, hogy ez az eredményekben is meg fog mutatkozni. Hivatalosan a sajtótájékoztató mutatta be a csapat az új játékosokat. Sándor István szakmai tanácsadó hangsúlyozta, olyan játékosokat szerettek volna igazolni, akik a tudásuk mellett az öltözőben kialakult csapatszellemet is erősítik. A középpályáról ketten távoztak, őket szerették volna megfelelő játékosokkal pótolni. A középpályára is ugye kellett erősítés, ugye onnan két ember kivált, a Kártik meg a Ötvös. Hát örülünk, Kártikot sajnálom, mert több van benne, de lehet a környezetváltozás neki jót fog tenni, mert jó futballistának tartom, csak nem tudtuk belőle kihozni a maximumot. És ezt gondolom lehet az én hibám, a mi hibánk. Én sok sikert kívánok neki, és még azt se zárom ki, hogy még lehet valamikor az élet összehoz bennünket, mert tehetséges játékos. Arra meg annak külön örülünk, hogy egy fél év alatt kineveltünk egy NB1-es játékos, Ötvöst. Sok sikert kívánunk neki, nekünk veszteség, de akárkit. Megmondtam a csapat előtt, és most is mondom, fognak följebb hívni, biztos, hogy fogjuk adni. Olyan nincsen, hogy mi gátoljuk valakinek a fejlődését. Szokol Zsolt, Paku Roland és Márkus Attila nyáron érkezett. Előbbi gyerekkorától Norvégiában játszott. A sajtótájékoztatón elmondta, édesapja nagyon büszke volt, amikor megtudta, hogy egy olyan nagy hagyományokkal rendelkező csapathoz került, mint a Spari. Igazából ő ott volt mellettem mindig, amikor nagyon rossz volt, vagy amikor jó volt, és édesapukámnak köszönhetek mindent igazából, hogy mellettem van, és hogy az a focista vagyok, aki vagyok ma, és az az ember vagyok, aki vagyok. Úgyhogy csak neki köszönhetem, hogy ez a játékos vagyok, és ez az ember. Úgyhogy minden nap, amikor fellépek a pályára, akkor ő végett, ő a legnagyobb motivációm, hogy mindig is büszke legyen. Szintén új játékos Gresó Mátyás. A csatárt már nyáron is figyelte a Spartacus, ősszel pedig Egerben 8 gólja mellett 7 gólpasszt is adott. Nagyon szeretne Nyíregyházán bizonyítani. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Tényleg őszintén mondhatom, hogy ilyen klubhoz kerültem, és büszkén viselem a Nyíregyháza mezét, és külön öröm ez nekem, ugyanis megye egyből építettem fel magam újra. Ugye, amikor Diózsiből távoztam, én oda kerültem megye egy Belgerből, és onnan építettem fel ilyen szintre magam, és ezért plusz motiváció ez nekem, hogy itt lehetek. A hétvégén a Soroksár lesz az első ellenfél. Rossz hír, hogy a csapat nem számíthat a kölcsönben itt lévő Fejér Bélára. A kapus ugyanis 3 meccsre visszatér egyesületéhez, a Sepsi Szentgyörgyhöz, ahol betegség miatt mindegyik hálóőrét elveszítette az erdélyi klub. A Spari az edzőmérkőzéseken jó teljesítmény nyújtott, a szakmai stáb pedig bízik a sikeres rajtban. Egy Soroksárral fogunk játszani, aki egy felkészült, sok passzra, labdabirtoklásra épülő játékot játszik. Remek játékosaival, NB1-ben is palérozódott játékosokkal. Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, de a tapasztaltak és a edzéseken, edzőmérkőzéseken látottak alapján, úgy gondolom, hogy bizakodva várhatjuk ezt a mérkőzést. Erősödtünk minden tekintetben, vagy sok tekintetben. Stabilabb lett a védekezésünk, a középpályás védekezésünk nagyon javult. A labdabirtoklásunk sokkal jobb, mint volt az ősszel. Többet van nálunk a labda. Sokkal tudatosabb lett a játékunk. Nagyon bízom benne, hogy ezt a hétvégén is visszalátom. Gálhidi György a héten ünnepelte születésnapját. Ajándékba egy győzelmet szeretne kapni a csapattól vasárnap. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik.